A doktor. Lisztérzékenység. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, ma arról szeretném kérdezni, hogy hogy derül ki valakiről az, hogy ő lisztérzékeny, vagy más néven gluténérzékeny. Mik azok a fázisok, amiken keresztül megy egy szegény paciens, mire eljut a diagnózisig? Lisztérzékenység, először fölteszi a lemezt, és nem tetszik neki. A lisztérzékenység az nem egy komoly zenei fogalom, ezt tisztázzuk. Szóval az a helyzet, hogy itt az a legnagyobb probléma egyébként, ugye ez egy létező gond, egy létező egészségügyi entitás. A probléma ott van, hogy azok, akik lisztérzékenynek könyvelik el magukat, azok egyáltalán nem biztos, hogy mindannyian lisztérzékenyek. Tehát azok, akik csak valamiféle hasi panasszal bírnak, és úgy döntenek, hogy akkor én most gluténmentesen eszem, tehát kivonom a szervezetemből azt az allergént, ami ezt a problémát okozná, azok azért viszonylag sokan vannak. Holott... Felszólalok az ő nevükben, akiket nem diagnosztizáltak gluténérzékenységgel, de lehet, hogy valaki elhagyja a glutént és jobban lesz, de nem lisztérzékeny? Elhagyja a glutént és jobban lesz, de nem lisztérzékeny? Lehet természetesen, persze, mert ez egy tudatos táplálkozást fog eredményezni, és nagyon sok táplálkozási panaszra egyébként megoldás az, hogy gluténmentesen eszem. Rettentő macerás és rettentő drága, és általában nem csinálják jól. Tehát ezt illik egyébként diagnosztizálni. Hát itt azért lisztérzékenység kapcsán valamiféle hasi panasznak illik lennie, kiütéseknek esetenként illik lennie, a székrettel valaminek illik lennie, és akkor az illetőnek el kéne menni a gasztroenterológushoz, hogy ezt az egészet kivizsgáljuk és kiszűrjük. Tudni illik, ezeknek a panaszoknak a hátterében még 20 féle másik eltérés tud lenni, amiktől ezt szét kéne választani. Hogy lehet ezt kimutatni hivatalos orvosi megoldásokkal? Mert ugye van itt minden a piacon, gondolom, hogyha ön is az internet úgyhogyiben elmerült ebben a témában, akkor látta, hogy itt mindennel ki lehet mutatni a gluténérzékenységet, de ennek van egy hivatalos orvosi megoldás. Az a helyzet, hogy igen, tehát a legtöbbeknél nem mutatják. A legtöbbek úgy döntenek magukról, hogy én lisztérzéken vagyok, pont. És akkor jön a kérdés, hogy ezt igazolták? Nem, én csak gondolom. Jó, rendben van, ehet nyugodtan, gluténmentesen, semmi baj nem lesz belőle. A pénztárcára lesz vékonyabb, mert elképesztően drága diétáról van szó. A kimutatás az... Ugye ez egy immunológiai folyamat, a lisztérzékenység. Ilyenkor az történik, hogy megeszünk valamit, amit a szervezetünk úgy ismer föl, mint káros dolgot, és erre reagál, és összetéveszti aztán a saját anyagainkat azzal a károsnak vélt dologgal, és ott is reagál rá. Ennek a következtében a vékony bélnek a bélbolyhai gyakorlatilag egy jellegzetes gyulladás következtében úgymond elpusztulnak. Ez azt jelenti, hogy amúgy egyébként mondjuk a teniszpályányi felszívó felületünkből lesz egy pingpongasztalnyi felszívó felület, és ez nyilván már nem ugyanaz. Az illető ilyenkor fogy, hasmenése van, hasi fájdalmai vannak, görcsös hasi fájdalma van, ilyenkor mindenféleképpen illik az illetőt kivizsgálni. A kivizsgálás az a lisztben lévő egyik fehérje ellenes antitestek kimutatásából áll többek között, ez egy laborvizsgálattal megmondható, így van. Hogyha ez pozitív, nem, ugye az a helyzet, hogy attól már, hogy valaki egy immunológiai markert hordoz, még nem biztos, hogy immunbeteg. Ez általában az immunológiai betegségekre igaz, tehát kell, hogy meglegyen a betegségre jellemző specifikus vagy aspecifikus tünetcsoport is. Tehát, hogyha az illetőnek van egy ilyen pozitivitása, akkor azt még érdemes tisztázni, hogy ez a gyulladásos folyamat ez nála valóban megye, ami a bélbolyhoknak a pusztulását fogja okozni. Ha ez a kettő együtt megvan, akkor ki lehet mondani, hogy ő lisztérzékeny. Na most innentől kezdve érdemes diétázni, mert ennek igazándiból más megoldása nincsen. És a diétát meg nem mindegy, hogy csináljuk sajnos, mert abból 100%-ig ki kell írtani azt a fehérjét, amit a problémát okozza. Tehát nem az interneten kell rájönnöm arra, hogy hogyan folytassa a gluténmentes diétát. Nem, ezt egy dietetikus fogja nekünk megmondani, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye általában úgy csinálják a diétát, akik vélik magukról, hogy lisztérzékenyek, hogy hát úgy megpróbálom kerülni a glutént. Itt egy morzsa is problémát jelenthet. Így van, tehát itt nem az van, hogy megpróbálom kerülni, meg megpróbálom kevesebbet fogyasztani, meg csak más naponta eszek olyan. Nem, ott nincs, ott nullára kell vinni. Gluténmentes konyhát kell vezetni. Igen, olyan szinten, hogy nem tarthatom a gluténmentes kenyeret a klasszikus kenyér mellett. Nagyjából így van, illetve csak annak szabad hinni, és csak azt szabad megenni, amire rá van írva, hogy glutént nem tartalmaz, pont. Vagy ha a dietetikus javasol valamilyen más étrendet, akkor azt még lehet folytatni. De mondom, a diéta sajnos nem úgy van, hogy én eldöntöm magamról, hogy lisztérzékeny vagyok, és onnantól kezdve csökkentem a gluténbevitelt, mert azzal még alapvetően nem csináltam, ha tényleg lisztérzékeny vagyok, semmit.
Tehát diagnózis követően lehet egy olyan diétát javasolni, ennek más megoldása sajnos nincsen. És ezt egy életen át kell folytatni? Nem múlik el ez egyszer csak a szervezetben? Ezt egy életen át kell játszani, ez így van. Az nem egy egyszerű történet. Nem, senkinek sem az. Ezért nem mindegy az, hogy valaki tényleg lisztérzékeny vagy nem. Mert ha nem lisztérzékeny, akkor ezt az egészet nem kell csinálja, sőt, ha valaki nem lisztérzékeny, akkor a hasi panaszainak a háttérében is mást kell keresni. Tehát akkor tovább kell kutakodni. Pontosan, igen. Tehát lehet, hogy nem az volt a gond, lehet, hogy ő elhagyja a glutént és jobban van tőle, de nem amiatt, mert gluténérzékeny. Hát, mondjuk például teszem azt, a vastagbélnek a baktériumflórájára, vagy van egy jó hatása, hogyha az ember ezeket nem eszi, illetve a vékony bél felé egy bakteriális túlnövekedést lehet valamelyest csökkenteni azzal, hogy az ember kevesebb teszik. Jobban lesz tőle. De nem az volt a baja, amire ezt használja, és viszonylag drágán ér el egy javulást, és azt viszont olcsóban is el lehetett volna érni. Tehát ott megint egy más diéta, meg egy más terápia az, ami bevethető. Adott esetben egyébként ez talán egy kicsit effektívebb is, mint a gluténmentes diéta. Tehát a felfújódást, a hasi panaszokat, ezernyi mások ezer is. Ezer mindent tudja okozni, tehát ez borzalmas. Masszívan ebbe bele kell állni, és végigvizsgáltatni mindent, amit csak lehet. Nem egy hosszadalmas dolog igazándiból. Vannak olyan célzott vizsgálóeljárások, kilégzéses tesztek, tükrözések mondjuk, amiket az emberek nem szeretnek igazándiból abszolválni, ultrahangos vizsgálat, laborvizsgálatok ilyenek, amiket ilyenkor érdemes megcsináltatni, mert az esetben kiderülhet az, hogy teljesen más problémája van. Csak hát ugye senki nem szeret ezekkel a panaszokkal elmenni orvoshoz, mindenki otthon diagnosztizálja magát, az öndiagnózisnak önterápia lesz a vége, és az önterápia az meg, hát az esetek egy részében jó, az esetek egy részében nem, de ott a diagnózis az tapasztalatok szerint legalább 50%-ban téves, sajnos. Tehát gasztroenterológusnak a kezébe kell adni ilyenkor a kivizsgálást, ha valakinek hasi panaszai vannak. Köszönöm szépen a beszélgetést!